Szövetség minden tagját üdvözlöm, Carlos vagyok, és megérkezett a legújabb patch Gwentbe, ami azt jelenti, hogy most már meg lehet szerezni az újabb lapokat, azt a 100 lapot. 3 lap kimaradt a legutóbbi videónál, azokat most megmutatom, illetve craftoltam is le jó sok lapokat, de legfontosabb változás. Most már a paklik összeállítása, illetve a kollekciót is egy helyen kezeli, az most ugyebár így változott meg. És ugyebár kaptunk új vezetőt, akit most az előbb láthattatok, őt nem mutattam be, Skellige-nek Aist. Aki olvasta az első könyvet, ő tudja, hogy egyébként kicsoda. Hogy itt le is írja igazából a kártya leírásnál, hogy Krakan Kréter jött volna, hogy Parvetát hozzáadják ugyebár Krakhoz, még fiatal, de akkor történt az, hogy igazából nem került sor ezre a házasságra, de viszont a nagyanyjának, vagyis Szirin nagyanyjának a szívét ő elnyerte, úgyhogy ő lett jóformán Sintrának a királya. Képessége pedig az, hogy tud hozni egy bronz, hát a klányában lévő egységet hozni. Ugyebár itt lehet szó a Hunterről, az Axemanről, ami nagyon fontos, Skirmisher, az Archer, a Veterán, illetve a Beastmaster. Én lecraftoltam prémiumba, mert azért volt hozzá rá craftanyagom. A másik, amit így lecraftoltam, volt néhány. Az ugyebár Adda. Mert akarok egy ilyen éjszakiak, meg elátkozott ilyen egységekkel egy paklit csinálni. Egy része már megvan, de még azért hiányozna. Nagyon durva, hogy csócsája a dolga. És amik még fontosnak tartok, ugyebár itt vannak, hogy milyen lapokat szortírozzon ki. Tehát itt igazából csak az aranylapokat hozza be minden frakciónak. Amit én fontosnak tartottam, a Skellige-nél lecraftolni őt. Mert egyébként barha jól néz ki. Egy-kettő olyan van, amit így azért craftoltam le, mert nekem nagyon tetszett. A másik az ő. Egyébként egy nagyon jó kontrollap. Az éjszakiaknál lecraftoltam ugyebár őt. Még csak alapverzióban, mert kíváncsi voltam erre a párbaj mechanikára. Egyébként meg prémium változatban így lehet látni, hogy ő egy elátkozott, és egyébként meg így mutatja, hogy így néz ki. Úgyhogy durva. A másik az ő. Ő azért fontos, mert hogy minden ellenségbe belesebez, és hogyha volt egyes támadó erejű lény, akit ezáltal megöl, akkor egy Ragnarokat idéz be abba a sorba. Úgyhogy ez eléggé jó kis kontrollap lehet. A többi az meg igazából olyan lapokat nyitottam ki, amik leginkább ilyen bronz, ezüst és hasonló. Itt van még a Sirén, amiről nem beszéltem, hogy igazából egy Moonlight-ot idéz meg. A Moonlight pedig ugyebár bestia, és ebből kifolyólag, hogyha van Moonlight spell-lapunk, akkor a Teliholdnál minden bestia, illetve vámpír felerősödik. Illetve, hogyha a vérholdat választjuk, akkor meg kettőt sebez rajta. És még amiről nem beszéltem lap, az pedig a... Egyébként lehet látni, hogy azért már volt egy-kettő, amit nyitottam, az pedig ez, a Malkami önkéntesek, ami lényegében olyan, mint a Blue Mountain Commandónál, hogy egyet megidézünk, és akkor a többit is hozza magával. De egyébként nyitottam már a párducot is ki, az agitátort. A többi az meg igazából olyan lap, amit
még nem sikerült úgy nyitni. Egy-kettő prémium lapnál még nem csináltak meg ezt az effektet, hogy mozgása legyen, erre még várni kell. Ugyebár a jégtroll, a vérmacska, amit nyitottam, legtöbb az ilyen szörny lap, amit sikerült nyitnom. Vérfarkas, az alfa vérfarkas is valahol itt kell lennie. De ezt ugye már csak simában nyitottam ki. Úgyhogy, ja, és ráadásul azt hiszem az ezüst is pont. Striga, algul, meg ez az insektoid. De mivel jó sok paklim összegyűlt, igazából a paklit azt meg így lehet megnézni. Hogy ugyebár először a vezető, az aranylapok, ezüst, és akkor úgy jönnek a bronzlapok. Hát ez egy ilyen eléggé kezdetleges pakli, amit így gondoltam ki az elátkozottnak légiójának, vagy elátkozott seregnek, de fán egyébként. Így néha azért szoktam vele rankedem menni, és akkor így elég jól elsült. De van 50 paklin, vagy legalábbis hordó, amit kell nyitni, úgyhogy reméljük, hogy még sikerül jobban nyitni, ha meg nem, akkor pedig úgyis lesz olyan, amit viszont le fogok majd craftolni. Hát igen, egy csontalizmámból már csak egy van, úgyhogy legyen meg kettő belőle. Ami még érdekes lap lehet, az pont ő, az a Shoop-nak, vagyis a hordó eladó trollnak a bizarr kalandja. Ó, ebben még nincsen meg, úgyhogy legyen az. Vagy a Nilfgaard-dal annyira nem szeretek játszani, főleg ha ellenem van, akkor nem, de legyen meg. Hogy az is ilyen aranylap, és ki lehet választani, hogyha felküldöd az erdőben, mint vadásznak, az északiakhoz, mint lovagnak, és a harmadik az pedig varázslónak, azt hiszem. És azon felül is még lehet választani három opciót. A lovagnak láttam, most a harmadik az nem jut eszembe, de a másik kettő az az, hogy kimaradjon a következőbe a csatatéren, vagy pedig visszaállítja egy ellenséges vagy baráti lénynek az értékét, és egyébként 12-es támadó erővel van kint. Egyébként meg elég sok lapot megváltoztattak, úgyhogy csak más milyen képessége van, tehát a pap még se tudnak minden bronz egységet felé visszahozni, hanem csak katonákat. Siegfriednál is megvan ez határozva, hogy igazából ilyen klánharcosokat tud feltámasztani. Igazából a hajókra meg behozták most ezt a Corsair-t, aki feltámaszt egyébként lapokat, illetve van még egy 10-es támadó erejű bronzlap, ami pedig a húzó paklimba tesz vissza egységet. Az emlegetett szamár, a csempész. Amiből most már elég sok van, meg van egy prémium változat is. Vezető közül még Flivandert, vagyis a Zelf vezetőt craftoltam le. Neki igazából csak annyi, hogy egy ezüst lapot tud készíteni. Ami még jó lenne kiítni, az a rúnakövek, mondjuk ez se rúna. Igazából őt is úgy tudom elképzelni, hogy tényleg legyenek spellek a paklinkban, meg tárgyak, és mellette pedig a lovas, hogy átalakítsa. Ja, és persze a Nilfgaardiaknál kinyitottam ezt a vezetőlapot. Tehát a rúnakövek azok jól rendelnek, mert mindegyiknek másik rúnakő van, és igazából meg tud alkotni valamilyen
ezüst speciális lapot. Hát a fél elf vadászból mégsem. Legyen meg az. Az is igazából. Megidézzük és egy másolatát. Hada! Goody! Hát akkor a... Jó. És akkor... Hát a rangból eddig nem nagyon vagyunk. De nem panaszkodom. Ó, ez jó. Siege Master. Oké. Legalább kraftanyagunk lesz. Srácok. Legalább kraftanyagunk lesz, hogy tudjunk alkotni. Olyan lapokat, amik esetleg érdekel minket, vagy hasznosabb. Igazából legyen az sima változat. Ebből is prémium van meg igazából. És elég gyakran használják most az emberek ezt a sörlapot. Ja, és igen, az aromancy is most már nem ilyen speciális lap, hanem mint egység. Meg de egyébként ugyanazt tudja. Fagyasztás, köd és villám. Tehát nem úgy van, hogy kihoz valamilyen környezetet. Ez egy érdekes lap abból a szempontból, hogy most már rájöttem, hogy hogy működik, hogyha felfedtél lapokat, akkor ezzel igazából vissza tudod fordítani, és akár újra, hogyha van mellette egy felfedő lap, akkor már újra ki lehet így játszani. Hát akkor simán Margarita, mert szerintem jó. Köszönöm. Azért örülök neki, hogy így rá jöttél ezekre a dolgokra. A szükségben. Kiválasztottam. Nice. Goody. Skirmish. Now for more. Riven pajzsot pedig alapból megkapta a Runegi. Szerintem. Mert azért az alap kezdő paktikat is megváltoztatták. Így legyen lehetősége az újabb játékosoknak is akár azt kipróbálni. Hát legyen. Bána vadász. Sárkány állom. A sárkányok állom. Nice. Ez ugyebár annyira változtatták meg, hogy azt akartam, hogy nem minden sorra érvényes, mert azért az elmények, hanem hogy egy sorba érvényesül ez a hatás. És bekerültek ezek a kalapácsosok a paklinkba, de nem tudom. Mert amikor bejött a patch, akkor így játszottam egy ilyen Fortress pakliba. Igazából a crewmennek meg a balistáknak volt a hangsúly. És valamiért kikerült a katapult. És rá kellett jönnöm igazából, hogy azért került ki. Mint az, ami a legkisebb, meg a legerősebb egységben sem ez kettőt. Mert azt nevezték ki Fortress biztonságban. És ez is lapnál alakult. És ráadásul nincs is meg. Úgyhogy nagyon jó ízlet volt. Tényleg. Nagyon örültem neki. De hát ez van. Semmi sem lehet. Tökéletes.
Okay. Hát sima Walkert, ez nincs. Azért elég sok epic lap jön. Legtöbb embernek legutóbbi streamet néztem Kventel kapcsolatban, és legtöbb embernek most az a bajok, hogy úristen a Ragnarok, hogy miért változtatták meg az effektjét, és hogy most miért ilyen, és így igazából igaza volt annak a streamernek, aki mondta, hogy gyufolán 10 másodpercig lehetett volna arra várni, hogy lezuhanjanak azok a sziklák, és így felsebezzenek az ellenfélbe. Tehát azt így kivárni. Villás farkú. Az jó. Tehát eléggé sokáig tartott, mire azt így látod, és utána jöhet. Jó, nem csökkentette a te idődet, de zavaró volt azért annyira. Nem nagyon használom egyébként ezt az elflapot. Én most inkább a Skellyvel, meg az új középvel szórakozok. Többet. Van most már ilyen lap is, hogy spóra, ami sebez mindenkibe kettőt, és eltávolít valamilyen pozitív hatást. Mert bizony most már vannak olyanok, amik pozitívan befolyásolják a dolgokat, tehát folyamatosan erősíti az egységet, és ezzel meg lehet gátolni. Hát ez jó. Baltás. Baltás, amit láttatok a legszélén, az viszont nagyon jó. Tehát ő. Hogy ugyebár alapból, ha kijátszod, akkor 4-et sebez. Viszont ha feltámasztod, akkor 6-ot. És ebből kifolyólag azért elég jól lehet és hogy akár vissza is hozhatja neked a meccset. Now for more! 3 Bagirából. Már itt csak pár dísz, de mindegy. Goody! Hát... na igen. Ebből nincs meg 3, ez akkor lenne érdemes használni. De legyen ez, mert még egy sincs meg belőle. Ugyebár ez úgy működik, mint a Skoyatelnél a Blue Mountain Commando, illetve a Malkami önkéntesek, annyi különbsége, hogy nem egy sorba idézi meg őket, hanem mindhárom sorba egyet ebből a másolatból. Az Alba Pikemennek is megváltoztak azok, és ugyanúgy működnek, mint régen, hogyha egyet kijátszottál, akkor a többit is kihozta. Ez jó. Igen, Vincent már megvan. Őt még tesztelgetem. Egy lapot. Hogy valami olyasmit is kitalálni mellé. Páncélosok, és aztán ő pedig kijöjjön. Tehát ez... Figyeljátok, ilyenkor Ranked-en is érdemesebb játszani, mert az új lapokkal mindenki kísérletezik, és jobban lehet is haladni vele. Goody! Hát, a Rikyut. Mert sokan az új lapokkal próbálkoznak. Próbálják kiismerni még Ranked-en is, hogy hogy lehet őket jól játszatni, és... ahogy egyébként nem feltétlenül kellenek az új lapok, csak egy régi taktikával
mondjuk kiegészíteni. Hát aranylapokkal most nem. Állunk ennyire. Nice. Legutóbbi nyitásnál amúgy ez is szerencse volt szerintem, hogy az Isengrimnek az új változatát ki tudtam nyitni. Tudjátok, ami kettes támadó erejű is, ki vagy egy speciális ezüstlapot, ezüstlapot. Ó, kettő ilyen. Hát a féle, ha legyen meg kettő abból is, másik kettőből már megvolt. És... hát igen. Hát igazából észnél is úgy van, hogy yeah! Ez az vezetőlap. Nice. Ennek örülök, hogy... apply a boon. Na, erről beszéltem például, hogy ezt is el tudja távolítani. Ez ugyebár úgy működik, hogy egy sorra elhasználjuk, és tetszőlegesen a körünk elején felerősít kettő egységet egyel. És órákkal ezt is jól lehet semlegesíteni. Ez jó. Csak még ki kell gondolnom egy olyan paklit, amivel tud hasznos lapot alkotni nekünk. Mert egyébként ez úgy alkotja meg a lapot, hogy egyáltalán nincs benne. Válasszuk is akkor. Már egyből ki is játsza igazából. Spóra. És a kettő van belőle, meg egy prémium. Akkor legyen meg mint három. Igazából csak annyi, hogy ezek erősebbek. Román tenkommandós. Hát a fényt az vissza alakul. Hát legyen még egy zúzó csapda. És hát nevezték. Kőklapsz. Jó, utolsó 10. És lehet, hogy kicsit gyorsan nyitom, de hát ezeket a lapokat tudjátok, hogy micsodák. Meg legtöbb az igazából ilyen újra nyitás. Na. Új lap. Nice. Ez is lapról van szó, úgyhogy ez is jó. Támogatjuk törpe lapot. Deathmold. Egy kis simát már betörtem. Hát itt meg jó legyen. A császárnő. Most már nem. Haha, mit szíri. Nice. Na, itt viszont a rúnak ő. Jövár egy Silver névkárdér lapot idéz meg, ez is. Névkárdér lapot. Jó lesz ez így. Ez tényleg, hogyha van valami olyan, amit szeretnék, azt majd lekraftolom.
mint ahogy tettem a vezetőknek. Még egy vezetői lap van, ami nincs meg a szörnyénél. Az a... az a rakász királynő. Jó, akkor legyen teljes. Felállkozott sereg ezzel. Míg a varázsolnék kellene. Kék troll. Jó, legyen meg a három. Mondjuk nem nagyon számít ezeknél, hogy... mennyi van belőlük. Nem az új duplikációt. Megvan a három. Csontarizmámból. Doppler. Hát jó. Igazából ennyi volt a paklinyítás. A Laberkin meg a Bachling is annyiba változott, hogy ha egyiket megidézzük, akkor kihozza a másikat is. Itt van ugyebár a betörése a lapoknak. Azért az szép. Szép szám. Yes. És akkor itt van Flivantrel. És én nem tudom egyelőre, hogy mik lesznek. De erről a lapról beszéltem. És akkor itt van, hogyha a mágusokhoz küldöd, akkor az akadémiára megy. Dolplatana, akkor ilyen Hunter, itt pedig lovag. És akkor ezen belül még lehet választani dolgokat, de azt így nem látjuk. Umával kapcsolatban annyi, hogy ez csinál nekünk egy aranylapot. Tehát igazából, ha 4 aranylapunk van, akkor ez felviheti 5-re. Én nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó. Az biztos, hogy az elátkozott paklimba be akarnám rakni. Hol van? Majd az északi paklimnál. Lesz az északiakra, rámegyünk, meg az aranyra. Őt. Mert csinálhat nekünk egy bronz, vagy egy ezüst alkímia kártyát, vagy tárgyakat. Szerintem ez nem tűnik rossznak, ez a lap. Hát... prémium változatban ezt nem sikerült kinyitni, de hát ez szerintem nem baj. Ami még így aranylapok közül fontos lehet... hát itt annyira nem ajánlom. Talán Yennefer az újak közül. Leto az eléggé szituáció függő. A szörnyek közül igazából a banyákra ráállhat, aki akar, de Spirit-ip annyira nem. A banyák közül is inkább, hát nem ő, hanem talán ő. Illetve még a másik banya, aki visszahoz 2 detvis lapot. Ami így érdekes lehet a bronzlapok közül igazából a kart, ami nagyon jónak tűnik. A főnix. A főnixre épül most alapból a, az egy játékos kihívás is. Írden talán ami még jó, hát 10-ön most lecsökkentették 6-os, tehát ez várható volt. Saskia sárkány tüze. Nem tudom. Én ezt egyelőre még hanyagolom. Csak nem jut eszembe valami jó vele. Sirinova még jó lehet, de
ezt sem tartom légy szükségnek. A Skoyetelnél igazából Jorvetnek, ez van, amit meséltem. Még mozzó is egyből kicsit így hátrébb megy a mókus, tehát ez így nagyon. Skellige-nél szerintem úgy minden fontosabb, Olaf talán majd később jól jön. És igazából ennyi. Vezetők közül meg igazából mind megvan, kivéve a... hol van? Itt van. Az Arrakász királynő. Mi ugyebár ugyanazt tudja, mint régen az Unseen Elder. Három lényt megesz, és akkor azok felerősíti magát. Ez az immun, ez nem tudom, hogy működik. De az Unseen Elder most már úgy működik, hogy a lénynek a fele életerejét tudja elszívni. Úgyhogy ennyi. Még egy fontos dolog, az pedig itt található meg, ezen a fülen. Ugyanis ebbe is bevezették, mint a Hearthstone-ba, hogy naponta kaphat az ember, hát, ilyen küldetéseket. Amiből persze nekem most egy van, 5 meccset kellene nyernem a Skellige frakcióval, illetve pedig itt van az egyjátékos kampány, ami egy másik videónak lesz majd a témája. Majd azt is együtt megnézzük, úgy, mint a legutóbbit a Savignonit, hogy hogyan kellene, illetve hogy nekem hogy sikerül. Játék elindítása pedig ennyibe változott. Itt mutatja a vezetőt, itt mutatja, hogyha el akarjuk indítani, itt látjuk előre azt a paklit, amik van, illetve itt tudunk változtatni. Tehát betettek közben egy gombot, hogy lehessen váltani. Úgyhogy egyelőre ennyi lett volna a hordónyitás meg a patch-ről az eddigi tapasztalatok. Remélem, hogy minden érthető volt. Ha van valami észrevételetek, azt nyugodtan kommentbe jelezzétek. És legközelebb akkor a challenge-el fogok érkezni. Ha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok, illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Én Kerrosz voltam, és akkor legközelebb innen fogjuk folytatni. Addig is, sziasztok!